Hashtag nőfilter. Nők filter nélkül. Köböl Anitával. A Spirit FM-en. A műsorszámot a Nutriversum támogatja. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt valóban a hashtag nofilter, nők filter nélkül, a mikrofonnál ezúttal is Köböl Anita, a stúdióban pedig itt van mai vendégem, Kollányi Zsuzsi. Szia, sok szeretettel köszöntelek. Sziasztok. Amit elárulhatunk a hallgatóknak, mert a nézőink látják, hogy nem egyedül érkeztél, hanem itt vannak veled az ikrek. Bizony. Bevállalós egyébként, tehát, hogy úgy eljönni, nem is feltétlenül élő felvételre, de egyáltalán egy beszélgetés, ami nem 2 perc lesz. Ilyen türelmük van a srácoknak egyébként? Teljesen változó, attól függ, hogy éppen milyen paszban vannak, de egyébként igen, általában türelmesek, meg ugye otthon nem néznek semmit sem, úgyhogy se tévénk tehát nincs. Igen, és akkor hogyha nagyon ritkán nézhetnek, mondjuk, most idefelé például megmutattam nekik, hogy ki az a TV Maci, mert holnap megyünk az MTV-ába, és hogy elviszem őket magam, hogy meg tudják nézni élőben, és akkor megmutattam, és azt a nagyon pici esti mesés snittet, ami szerintem 55 másodperc, azt meg kell mutatnom szerintem egy olyan 32-ször. Édeseim. Igen, szóval leköti őket. Igen, úgyhogy... Ez egy jó taktika egyébként. Aha. Nálam sincs még tévézés, és akkor arra az időszakra, amikor nagyon kell a segítség, akkor beveted ezek szerint azt, hogy mesét nézhessenek. Hát nagyon-nagyon ritka egyébként, mert tök jól el vannak. Meg most is hoztunk kis autót, meg pufit, meg mindent, úgyhogy... Most szerinted egyébként az 1 órás interjúra hány percünk lesz így, hogy itt vannak veled a srácok? Csak hogy mennyire kell gyorsan feltennem a kérdéseimet. Jó, oké, akkor belehúzunk. Na, az egyébként lenyűgöző veled kapcsolatban, de egyébként el szoktam mondani, hogy mindig minden tiszteletem a sok gyermekes anyukáké, mert hogy nekem az egy gyermekemmel megvannak a saját küzdelmeim, hogy micsoda logisztika 3 gyermekes édesanyának lenni. Az, hogy most például itt vannak veled a srácok, az is sokat elárul arról, hogy végül is gondolom erre rendezted be az életedet, hogy különböző élethelyzetekben te tudd őket magaddal vinni, és akkor mindent annak rendelsz alá, hogy ők ott vannak veled, de azért ez nem megy egyébként sok esetben, mondjuk adott esetben a munkarovására, vagy hogy egyszerűen annyira elaprózod az energiáidat, hogy úgy érzed, hogy szétfeszülsz. Hát bevallom őszintén, hogy vannak olyan pillanatok, amikor kifejezetten stresszt jelent, hogyha el kell őket vinni, ilyen 1 vagy 2 alkalommal volt, amikor egyszerűen nem tudtam máshogyan megoldani. De amikor az én választásom, mint például most is, hogy elviszem őket magammal, és azért ilyen elég gyakran van. Tehát, hogy én, ha őszinte akarok lenni, én szeretem velük megosztani az élményeimet, meg az időmet. Én nagyon későn szültem, 36 évesen szültem az ikreket, és én azért szültem, mert szerettem volna a gyerekeket. És szerintem az... Hogy mondjam, nekem még nem aludtak sehol az Ovid leszámítva, mert nincsen ilyen igényem. És lehet, hogy később majd lesz, meg egyébként lehet, hogy jót tenne, de hogy nem tudom, én mindig azt szoktam mondani, nekem kínai horoszkópom az kutya, és én valahogy úgy is vagyok berendezve, mint egy kutya. Tehát, hogyha a kutyának tudod, hogyha van gazdi, meg van kaja, akkor minden a legnagyobb rendben, és semmi más nem számít. És valahogy nálam is ez van, hogyha ott van a gazdi, ami most ugye a gyerekeim, tehát hogy mindig az, akihez leginkább kötődsz szeretetileg, meg ugye a családommal úgy otthon minden rendben van, akkor nekem ugye a többi dolog, a többi az megoldódik. És én szeretem, hogy velem vannak, és amit lehet, azt én megpróbálok velük megosztani. Meg egyébként én sokszor azon is gondolkozom, hogy én például tökre élveztem volna, hogyha anyukámnak olyan munkája lett volna, ahova be lehetett volna vele menni, tudod, meg el lehetett volna így együtt tölteni azt az időt, amit a munkahelyén tölt, legalábbis így részlegesen. Közben elnyelt félre a pufit kicsi. És lehet, hogy ez is benne van, hogy szerintem ezek ilyen értékes dolgok, amit úgy se tudsz visszahozni, tehát hogy nem tudod pótolni már ezt az időt, mert elmúlik. Úgy teljesen egyetértek veled, látod, az én kislányom is itt van egyébként, csak ilyenkor a stáb viseli gondját, de ő is olyan otthonosan mozog már itt a stúdióban. Gondoltál arra, hogy egyébként ezzel egy picit már predesztinálod az ő jövőjüket? Tehát, hogy adott esetben már ilyen irányba fogod terelni? Sokszor lehet azt hallani, hogy jaj, mindig bejártam anyukámmal, apukámmal a tévébe, vagy a színházba, és akkor értelemszerűen úgy adta magát, hogy akkor művészember lett belőle, színész, hogy a srácokban látsz már ez irányú érdeklődést? Hát mondjuk a gyerekek egyfolytában énekelnek, hogy őszinte legyek, de ez mondjuk annyira szerintem nem túl meglepő. mert ugye egész életükben hallanak zenét, ugye a pocakomban is már akkor is folyamatosan felléptem, a Bogdánnal is mindig fölléptem, ami pocakban volt addig is, tehát hogy annyira nem meglepő, hogy valamilyen szinten ragaszkodnak a zenéhez, úgyhogy ők már egész nap énekelnek. Az, hogy így most ők eljárogatnak velem mindenfelé, közben ez a... Igen, a hallgatóknak fontos info, hogy igen, tehát ez pufi. Ezek nem mi vagyunk az Anitában, ez egy pufi evés, nem a fogam. Szóval, hogy nem tudom, ez jó kérdés, igen, hogy mennyire fogja ez az ő életüket, meg az ott még jobban harapja. Ilyen színházi harapás lett a vége. Én a saját gyermekem esetében ugye el tudok veszni a mimikáiban, a gesztusaiban, amit figyelik, amit fedezi fel a világon, és ahogy nézem az ikreket, az a válivalóak tényleg. Mennyi idős? Léna most volt lesz 15 hónapos. Hát akkor ő is majdnem egy idős a Bogdánnal. Így van, és gyorsan meg is akartam kérdezni, hogy áruld el nekem, hogy miért csak az ikrek vannak itt, hogy Bogdán most például kivel van? Apával. Ő apával. Igen, mert apa home office-szal már tavaly március óta nagy részt, heti egyszer vagy kétszer jár be a munkahelyére, és akkor most gondolkoztam rajta, hogy igazából az ikreket szoktam megkérdezni, hogy nekik van-e valahova kedvük eljönni velem, hogyha olyan dologról van szó, hova ellegy, nyilván suliban nem tudom őket magammal vinni, vagy hát tudnám, de senkinek nem lenne jó. És akkor, ha ők azt mondják, hogy nekik van kedvük, akkor Bogdánt otthon szoktam hagyni apával, hogy akkor ők effektív nyilván akkor csak egy gyerekre kell vigyázni a munka közben, meg akkor nyilván akkor inkább ő is csak rá összpontosítson. Hogyha viszont az ikreknek esetleg nincs kedve, vagy nem tudom, eljátszanak otthon, vagy bármi, akkor meg el szoktam hozni Bogdánt magammal. Tehát, hogy így, mert egyrészt akkor annyival is kevesebb apának otthon a teendője, meg úgy azért egy korcsoporttal könnyebb foglalkozni, mint több korcsoporttal. Meg Bogdánt ugyanúgy szeretem elvinni magammal, tehát vele ugyanolyan jó megosztani a dolgokat, mint az ikrekkel. Viszont az annyira jó, hogy ők már el tudják dönteni, hogy van kedvük jönni, hogy kíváncsiak, és hogy itt vannak veled, és támogatnak. No hát, amúgy eredetileg nem így kezdtem volna a beszélgetésünket, de őszintén bevallom, hogy beléptem ide a stúdióba, és megláttam, hogy itt vagy a srácokkal, akkor elkezdtek kavarogni a gondolatok, mert ugye az egy dolog, hogy én így járok, nekem is olyan magától értetődő, de hát muszáj voltalak erről is kérdezni, mert tényleg hát a YouTube nézőink is látják, hogy itt vannak a fiúk, és végtelenül örülök neki, hogy elhoztad őket magaddal. De az biztos, hogy az anyaságodról nagyon szeretnélek kérdezni, mert ahogy az előbb is mondtam, hogy felnézek rátok több gyermekes anyukákra, így volt egy elképzelésem arról, hogy van néhány pont, amin szeretnék végigmenni, és hogy nagyon kíváncsi vagyok a te gondolataidra és álláspontodra ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert hogy ugye sokszoros tapasztalásod van, és minden gyermek egy picit más, nektek végül is ezt viszont nagy családként kell összehoznotok és összeegyeztetnetek. Viszont mielőtt még ebbe belevágnék, a legutolsó cikk, amit veled kapcsolatban olvastam, az arról szólt, hogy nem is tudom, hogy fölírtam-e magamnak, hogy idézzek, nem idézek, mert azt nem írtam föl, hogy miről szólt a címed, de az volt a lényege, hogy dögös mamiként mutattad meg magad, és akkor nem mondom, kíváncsi vagyok, hogy mit fogok látni Zsuzsiról, és egyébként egy általam nagyon szépnek ítélt fotó volt ugye a cikkben. Talán a necharisnya az egyetlen, amire azt mondom, hogy azt teszi igazán dögös és vagányát, de egyébként nem egy magamutogató, nem egy kihívó fotó, mégis ugye azt sugallta, hogy téged itt értek támadások amiatt, mert hogy anyaként dögös nőnek is megmutatod magad. Na erről nagyon kíváncsi vagyok a véleményed, de biztos vagyok benne, hogy ez nálad egy tudatos vállalás volt, hogy te megosztottad ezt a képet, és kíváncsi voltál arra, hogy mit szólnak hozzá az emberek, de el is mondtad a gondolatodat azzal kapcsolatban, hogy egy nő miért nem maradhatna nő attól, mert anyává vált. Úgy érted, hogy ezt meg kell mutatni a nőknek egyébként? Nem, egyébként alapvetően a tartalom nem emiatt készült el, hanem mert a fotós, aki csinált, ez egy nagyon kedves lány. Neki láttam más modellekkel, híres csajokkal készült képét, és nagyon tetszett, szerintem is, ahogy te is mondtad, szerintem gyönyörűek a munkái, tehát nagyon szép, a nőiségnek nagyon, szerintem nagyon érdekes, sejtelmes oldala látszik a fotóin mindig. És egyszerűen csak szerettem volna egy olyan pár olyan hangulatú fotót, mint az övéiben, nagyon tetszik a munkája. És És én is azt gondolom, hogy semmi olyat nem csináltunk, tehát nem került olyan tartalom, még elkészítésre sem, nem, hogy nem raktam ki, de hogy még elkészülni sem készült el olyan tartalom, ami egy nagyon picit is obszcén lett volna, vagy tehát, hogy nem semmi olyan. Nagyon távol állt, tehát nagyon, kell is ezt a szót használni, mert semmi ilyesmi. Nincs meg gondolom, mindenki előveszi a telefonját, és elkezdi pörgetni. Milyen ez a kép, miről beszélünk? Igen, tehát, hogy nem, én is azt gondolom, hogy nem is készült ilyen tartalom, nemhogy nem raktam ki ilyet, viszont tényleg gyönyörűek a fotói, és úgy gondoltam, hogy ugyan miért ne rakhatnám ki. Na és az első ilyen fotóra érkezett, bár egyébként én nem olvastam, én nem olvasok kommentet, de érkezett megkeresés lapoktól, hogy ez is ez a komment volt alatta. Én mondtam, hogy jó, tök jó, mert én nem olvasom, tehát jó, hogy elmondtátok most, hogy felhívtatok telefonon. De tényleg meg tudod állni, hogy ne olvas kommenteket? Én nem olvasok kommentet. És de akkor viszont, bocsáss meg Zsuzsi, csak egy gyors kérdés így közben, hogy akkor viszont miért csinálod? Mert hiszen azért az a közösséggel való kapcsolattartásodnak is. Szoktam, hogyha kérdezek olyat, amire tényleg érdekel a válasz, tehát például utána már, amikor felrakok egy képet, és megkérdeztem, mikor mondták, hogy értek támadások, és megkérdeztem, hogy miért baj az, hogy egy édesanyja mondjuk bármiért, tehát hogy szép szeretne lenni, vagy miért baj az, hogy foglalkozik magával, vagy miért baj az, hogyha kirak olyan tartalmat, ahol látszik, hogy ő egy nő. És itt ennyi, tehát ugye ebben nincs több, mert ugye nem tudom, bikinis fotót rak ki ilyenkor az ember. De és hogyha bikinis, szóval, hát hogy igen, nyáron a strandon is látnak bikiniben, én ezeket akartam mondani, hogy egyébként nagyon álszent, szerintem ilyen szempontból itthon a közmegítélés, mert én szerintem 10-ből 9 social médiát használó ember követi Nicki Minajt, vagy Rihannát, és azért ott szerintem bőséggel látunk olyan tartalmakat, amik kifejezetten szexuális tartalmúak, és mégis követjük őket. Tehát, hogy szerintem ez tehát ilyen képmutató. Igen, nagyon. Igen. Szerintem nagyon képmutató. Uh-huh. Meg nyilván tényleg ez van, hogy elmész egy strandra, és egy csomó monokiniznek, amivel nekem semmi bajom, tehát mindenki azt sem saját testem, amit szeretne. Na de hát utána, akkor ha rajtam van egy farmer, egy body, és ezen egy bőrkabát, akkor azt tehát ne legyen már gond. És ne legyen különbség a között, hogy akkor most én édesanyja vagyok, vagy nem vagyok édesanyja, mert azon, hogy a kettőnek köszönő viszonyban sem szabadna egymással lennie, hogy valaki nő maradhasson édesanyjaként. Na mindegy, és hogy, igen, hogy és amikor már ér ilyen, igen, hogyha már ér ilyen fajta támadás, mert ugye az akar lenni, de hát nyilván én ezt nem veszem annak, meg azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a joga a saját véleményéhez, én ezt el tudom engedni, meg ez nem nekem szól. Ez mindig azt jellemzi, aki írja szerintem. Akkor már, ha kérdezek egy ilyet, akkor már nyilván érdekel a válasz. Tehát, hogy nyilván olyan esetben elolvasom a kommenteket, ha konkrét kérdéseket teszek föl. Mert pont azért, teszem fel, mert érdekelnek a válaszok. De alapesetben, ha kirakok valamit, akkor nem feltétlenül olvasom el a kommenteket, és ez nem amiatt van, mert nem érdekel a követőimnek a vélemény, hanem mert egyszerűen örülök annak is, hogy egyáltalán kikerült a tartalom, mert nincsen semmire se időm. Nem, hogy végignyálazgassam, hogy van-e esetleg közte olyan, ami negatív. Tehát, hogy akinek tetszik, annak örülök, akinek nem tetszik, az úgyis kikövet. Tehát, hogy azt gondolom, ez felesleges időtöltés, de nyilván, hogyha fölteszek egy kérdést, arra érdekelnek a válaszok. És egyébként nagyon vicces, mert nagy részt én azt látom, hogy például szoptatáshoz fűződő negatív kommentem is volt korábban, hogy ez milyen undorító, hogy nekem készült olyan fotóm a Bogdánnal, ahol látszik, hogy szoptatom, de hát semmi más nem látszik, csak az, hogy szoptatom. Tehát még a mellem sem látszik, meg semmi. Hát csak az emberek automatikusan párosítanak hozzá. Hát igen, de pont ez, amit mondok, hogy egyébként meg egy csomó olyan képet raknak föl, 10 éves kislányok, amit ha én megnézek, zavarba jövök. Érted? Tehát, hogy na mindegy, és akkor a szoptatás viszont elítélt, és hogy sokszor olyan nőktől jönnek a negatív tartalmak, akiknek nincs gyermekük, vagy nem is akarnak, vagy nem tudom én, és egyébként ugyanez nagyon sokszor jellemző ennél a témakörnél is, hogy egy anyuka mit engedhet meg magának, meg mit nem, hogy nem az édesanyák írják ezeket a tartalmakat. Az a tapasztalatot többnyire, hogy ráadásul még hogy csak nem is. Hogy nagy nem azok írják, akik egyébként érdekeltek lennének ebben a témában. De érdekes. Mert ők pont támogatólag szoktak hozzáállni 10-ből 9 esetben. Tehát, hogy ez egy nagyon furcsa dolog. Nyilván azért, mert hogy akinek van ebben már tapasztalata, az pontosan tudja, hogy egyébként ez mennyire fontos. Így van, és az, amiről te beszélsz, az valójában tényleg egy égető kérdéskör, hogy most lehet vagy nem lehet. És ez mennyire érdekes, nem, hogy onnantól kezdve, hogy egy nő anyává válik, akkor gyakorlatilag tényleg, minthogyha, bár ennek van egy szerintem egy ilyen nagyon magasztas mi voltam, most én is, hogy már megtapasztaltam, megértettem, és őszintén mondom, hogy előtte tényleg nem értettem, hiszen nem tudtam, hogy miről beszélnek, persze, vagy mik azok az érzések, gondolatok, félelmek, persze, bármi, az a rendszer, az az értékrend, ami ilyenkor az emberben így hatványozottan megjelenik. De tényleg egyébként gőze nincs az embernek, semmi nem lesz. Tehát, hogy ugyanez. Ez olyan, mintha, nem mindegy, hogyha valami betegséget például valaki átél, elmondhatja, hogy mit élt át, de amíg nem tudom, nem tapasztaltam a saját bőrömön, addig csak meghallgatom, de nem értem. Igen. És most fura lehet a hasonlat, de az anyaság is ilyen, hogy meghallgatom, de sose értettem előtte. Pontosan. Na most abszolút. Mit gondolsz, miért van az mégis, hogy a nőkben ennyire meg kell erősíteni azt, hogy az anyaságukon a nőiességüket nem veszítették el. Mert hogy azt érzem, és azt látom, hogy egyre többen vagyunk, és ezt így magamra is mondhatom, akik tényleg azért dolgozunk, hogy ezt megmutassuk. Mert hogy van mellette egy ilyen negatív előjel, hogyha az anya nő is egyszerre. Azt gondolom, hogy alapvetően itthon a közhangulat, vagy a közvélekedés az, hogy, és ez szerintem egy nagyon picit azért, vagy nem is picit, eléggé patriarchát a gondolkodás, hogy tudod, akkor már kerüljön rád egy búra, és akkor csak annak rendeld alá magadat, hogy akkor te édesanyja vagy. És szerintem azért fontos az, hogy, hogy megerősítsük abban a nőket, hogy ennek nem, tehát hogy nyilván az életed minden percében édesanyja leszel onnantól, hogy megfogtad a gyermekedet, vagy hogy egyáltalán megfogant a pocakodban. Tehát ez nem kérdés. Szerintem, de attól még, sőt, én azt gondolom, hogy azt akartam mondani, hogy attól még, hogy édesanyja lettél, nem kell, hogy elveszítsd önmagad, de én erre még rápakolnék 17 lapáttal, hogy én azt gondolom, hogy az édesanyja tud lelkileg egészséges gyereket nevelni, aki önmagában lelkileg egészséges. És egy nő nem lesz attól lelkileg egészséges, hogy meg kell, hogy feledkezzen önmagáról, mint egyéni individuumról, beleértve azt, hogy milyen kreatív gondolatai voltak korábban, vagy az, hogy szerette a testét, ahogy kinézett, hogy szeretett öltözködni a gyermekei előtt, hogy milyen hobbiai voltak, hogy mi az a munka, amit szeretett volna csinálni. Ha ezekkel elveszíti egy nő a kapcsolatát, vagy egyébként bármilyen ember, mert nyilván egy férfira ez ugyanúgy igaz, akkor onnantól nem tud lelkileg egészségesen üzemelni. És onnantól, hogy valaki nem egészségesen üzemel lelkileg, onnantól nem tud normális, tehát nem tud egészséges gyermeket felnevelni, lelkileg egészséges gyermeket. Mert akkor nyilván a saját szorongásai, a saját lemondása, a saját önmagával megszakított kapcsolata, az kihat a gyermekére. Sőt, ugye sok esetben, még ha tudattalanul is, de azt gondolom, hogy óhatatlan, hogy egy idő után a gyermek lesz hibáztatva kvázi ezért, hogy ő neki megszűnt önmagával a kapcsolat, ami úgy nyilván nem jó. Ugyanakkor ugye ez egy folyamat, tehát ezt minden szülőnek meg kell saját magában tanulnia, meg foglalkoznunk kell szerintem szülőként önmagunkkal annyira, hogy megszokjuk, hogy oké, mi az, ami szükségszerű lemondás, és ami teljesen természetes, és ami nem áldozat egyébként egyáltalán, és hol van az a pont az én értékrendemben, az én életemben, a saját lelkemben, ahonnan én ezt már igenis lemondásnak érzem, és azt már nem szabad megtenni szerintem. Tehát, hogy arra már figyelni kell, hogy ezekre a dolgokra valahogy módot teremtsünk, hogy azokat meg tudjuk valósítani. Jó, én tudok róla, hogy szeretnél ugye majd egy saját sorozatot indítani, ami nőknek szól. Ez ilyen Kollányi Zsuzsi mentor program lesz. Tehát, hogy most az elmúlt percekben én csak így ittam a szavaidat, és imádtam hallgatni, mert annyira szépen jól és összetetten és összeszedetten fogalmaztad meg, hogy köszönöm. Ezt szeretném, hogyha a nők így kiegyzetelnék maguknak, és kiragasztanák a konyhájuk falára. Annyi igazságot fogalmaztál meg abban, amit mondtál. Köszönöm. Na, hogy tényleg nagyon köszönöm neked, és ezért is éreztem én azt szerintem magamban, hogy az anyaságod mentén szeretnék nagyon sok kérdést feltenni neked. Én azt hiszem, belevágok ebbe, mégpedig azért is, mert szerintem van egy-két olyan dolog, amiben a nőknek folyamatosan szükségük van kapaszkodóra, mert amikor ők otthon vannak, és egyénileg egy per egyben megélik, és átélik az adott szituáción, akkor szerintem olyan hullámhegyeket és völgyeket élnek meg, és ha valaki elég tudatos gondolkodású, akkor lehet, hogy el is kezdi marcangolni magát, bár lehet, hogy most csak saját magamból indulok ki. Nem. Ugye, hogy sok rágódásunk van, sok aggodalmunk, és annyira kíváncsi vagyok, hogy egy 3 gyerekes édesanyja mindezt hogyan csinálja. Nem tudom, olvastad esetleg a Kötődő nevelés című könyvet, vagy egyáltalán így olvastál az anyasággal, meg a neveléssel kapcsolatban könyveken? Nagyon vicces, hogy most kérdezed, mert szerintem az előző 2-3 hónapon belül, ha nem rendeltem otthonra 25 vagy 30 ehhez kapcsolódó könyvet, akkor egyet sem. Egyébként pont azt a könyvet még nem olvastam. Most inkább olyan témájú könyveket olvasok, ami így a nyugodt fegyelmezéshez kapcsolódik, mert hogy az mert is egy nagyon érdekes. Gondolom. Az is egy nagyon érdekes téma, igen, mert meg pont azt szoktam mindenkinek mondani, hogy ezért nem lett volna baj, hogyha nyilván nem a védőnőkre akarom ráhárítani ezt, de hogy olyan jó lenne, hogyha az intézményes anya gondozásnak a része lenne az, hogy mondjuk fél évente adnának egy ilyen könyvlistát, hogy anyuka, bárcsak. A gyerek nem sokára 3 lesz, ezeket nem baj, ha elolvassa, mert kicsit könnyebb lesz. És akkor így tényleg nagyon sok mindenen felvértezi magát az anyuka, mert amikor ott vagy már benne, és így szétteszed a kezedet, hogy tök jó, most akkor mi a fenét csináljak, hogy ne legyek rossz anya, hogy csináljam úgy, hogy neki is jó legyen, de én se ugorjak ki az ablakon, a csukott ablakon. Tehát, hogy így, ezek nem könnyű dolgok. Vegyünk kérlek át néhány anyasággal kapcsolatos pontot. Ami szerintem mindenkit érdekel, ja. De én azt gondolom, hogy egy olyan nő, aki ezt brillírozva, mint egy polip, nem tudom, 100 karú nőként tudja prezentálni, annál hitelesebben senki nem tudná nekünk megadni rá a választ, amely kérdés felmerül. Az első és legfontosabb talán, amíg találkozásunkkor ma, te már itt voltál a srácokkal, ami szerintem a megbeszélt idő előtt legalább 10 perccel, mindnek után én plusz 10 perccel berongyoltam ide a stúdióba az egyszem gyerekemmel, időmenedzsment, Kollányi Zsuzsi módra, szóval, hogy ez hogy lehet összehozni, és mondjuk a mai napot is akár hogy prezentáltad, hogy tényleg itt voltál pontosan, kisimultan, nem éreztem rajtatok feszültséget, a gyerekek éppen játszottak a székek mellett, szóval, hogy ez sok-sok gyakorlás, vagy van valami trükköd, amit esetleg mások is be tudnának vetni. Mert nekem ilyen nincs. Tehát én akárhová indulok időbe, de tényleg őszintén mondom, 1,5 órával előtt elkezdek készülni, azt tudja, hogy 10-15 percet késni fogok. És nem azért, mert 85 másik dolgot csinálnék közben, hanem csak a gyerek körüli teendők, meg az elkészülés, felkészülés, az gyakorlatilag elvisz. És szerintem ez így sokan vannak, nem? És akkor az meg egy stresszfaktor, hogy oda kell érni, kapkodnod kell, feszült leszel tőle, hogy hogyan lehet az idődet jól menedzselni. Hát nekem sem egy mindig egyébként azt azért hozzátenném, hogy én mondjuk életemben soha nem voltam késős. Tehát én gyűlölök késni, mert mindig úgy vagyok vele, hogy az én időm és pénz, és nyilván a másé is az. Úgyhogy azért ez engem eléggé motivál a mindennapokban is, de ettől függetlenül, miatt a gyerekek vannak az életemben, ne aggódj, én is egy csomószor elkések, mert egyszerűen tényleg, amit mondasz, lehetetlenség. Tehát, hogy vannak dolgok, amire nem tudsz felkészülni, és hogyha az utolsó utáni pillanatban, amikor már mindenki fel van öltözve, kell elmenni bármelyiknek ugye toalettre, hát akkor el kell menni toalettre, ugye nincs más választásod. Úgyhogy ezt így ez nekem is szokott gondot okozni, de amikor végül sikerül odaérnünk helyekre normális időben, az tényleg annyi, hogy mondjuk jelen esetben is ide kellett érnünk 11-re, akkor én már 11-kor mondtam, hogy jó, akkor most már elkezdjük venni a cipőt, kabátot, mert tudom, hogy mennyi idő rájuk adni, össze-vissza rohangálnak, meg még amíg leviszed a kocsihoz, bekötöd a kocsiba, még egyáltalán ráveszed, hogy üljön be az autósülésbe, meg nem tudom én, azzal tudom, hogy ugyanúgy legalább 4 óra elmegy, és akkor tudom, hogy ide az út tőlünk kb. 30 perc, 26 volt egyébként, és akkor így nagyjából tudom, hogy akkor pont időre be fogunk tudni érni. De van, amikor ez nem jön össze, mert tényleg jön valami közben, de nagyon próbálok arra figyelni, hogy pontosan tudom, hogy ők mennyi, tehát hogy körülményes. Na, szóval egy gyerekkel indulni körülményes. És nagyjából most már meg tudom ítélni, hogy mennyire. És akkor azt az időt én pluszban rászámolom az elindulásra. Apa mindig azt mondja, amikor elindulok valahova, hogy de hát hova indulunk, hát nem tudom, csak 5 percnyire van az, ahova megyünk, én meg már 20 perc előtte tobzódok. Igen, csak velük megyünk, tudod. Tehát, hogy hiába van 5 percnyire, hogyha egyébként 30, amíg velük el lehet kezdeni bármit is csinálni. Úgyhogy most általában rászámolom azt az időt. Nem tudok más csinálni. hogy ez egy ilyen abszolút gyakorlati része. Abszolút, igen. Meg megkérdezem őket 27-szer, hogy akartok jönni? Vagy inkább itthon maradtok? Tudod, mert ha akartok jönni, akkor el kell készülni ezzel, meg ezzel, meg ezzel. És akkor ezt 5 percenként. 5 perc után megint meg. Akartok tényleg jönni? Akkor anyával? Tehát, hogy így én folyamatosan így ébren tartom ezt, hogy jó, ha akartok jönni, akkor viszont ezt meg ezt kell csinálni, hogy mire odaérünk, addigra már megcsinálják. Pont a könyvekről beszéltünk ugye az előző részben, hogy az egyik csoporttársam a suliban írt most arról egy könyvet, majd nem sokára meg is jelenik, nyomtatásban is, hogy azt hiszem az alcíme, hogy a gyermeknevelés 10 pontja, vagy valami ilyesmi, nagyon ciki, hogy nem tudom pontosan, mert én írtam a kritikát a hátuljára. 10 pontba összeszed fontos olyan konfliktus helyzeteket, vagy konfliktus forrásokat, amik előfordulhatnak egy gyermekkel. És például ilyen, csak ehhez akarom hozzáfűzni, az, hogy a gyerekeket, hogyha a saját akciójuk közben megszakítod. Ez egy nagyon tipikus konfliktus forrás, amire viszont hajlamosak vagyunk nem odafigyelni, pedig nekünk felnőtteknek is fontos. Tehát amikor te elkezdesz valamit csinálni, és nem engedi mondjuk akár a gyerek, mondjuk a Léna, vagy a fiúk nekem befejezni, akkor te is ideges vagy tőle. És hogy ezt viszont hajlamosak vagyunk a gyereknél nem figyelembe venni, hanem úgy hozzáállni az ő dolgaikhoz, mint az a legtermészetesebb lenne, hogy neki azt azonnal abba kell hagyni, mert neked azonnal el kell indulni. És hogy meg kell őket is tisztelni azzal, és szerintem ez egy tök jó gondolat, hogy az ő akciójukat azt ugyanúgy tiszteletben tartjuk, és hogy időre emlékeztetjük őket arra, hogy ezt záros határidőn belül 3 perc múlva, 2 perc múlva, 1 perc múlva meg kell majd szakítani, és akkor el kell majd indulni, vagy fel kell majd öltözni, vagy tök mindegy, hogy éppen miről beszélünk. És ez egy tök jól működő módszer. Nyilván nekem is valahogy egyáltalán nem sikerül ezt tartani. Hogy nem sikerül tartani, de azért az idő nagy részében próbálok erre figyelni, és tényleg mint egy papagáj így hajtogatom, csak mindig rövidítem az időtartamot, és egyébként működik. Mert addigra, mire odaérünk, addigra tudják, hogy akkor jó, ezzel nekünk feladatunk van, és akkor már nem azt érzik, hogy ki téptem őket abból a szituációból, ami nekik fontos. Mennyire vagy tudatosan nevelő anya? Hát én azt mondom, hogy sajnos sokkal jobban, mint kellene, és sokkal kevésbé, mint szeretnék. Uh-huh. Mert hogy nekem tényleg a napom 24 óráját azt teszi ki, hogy azt figyelem. A saját lelki dinamikámat, meg az övéket is. És ez nem túl sok energia egyébként? Hogy ennyire mindenre mindig nagyon figyelsz, de. És tényleg 3-5 gondolattal előrébb jársz már, hogy az adott szituációt majd hogyan fogod megoldani. De nagyon-nagyon-nagyon fárasztó az igazság, és pont emiatt mondom, hogy nyilván sokkal jobb lenne, ha nem lenne ez. Tehát, hogyha ha nem lennék ilyen, de ugyanakkor meg lelkiismeret furdalásom van, hogyha tudom, hogy egy helyzetet jobban meg tudtam volna oldani, csak mondjuk nem volt rá elég lelki erőm, vagy figyelmem, türelmem. Úgyhogy nem ittam hemmét ide. Hát az nagy hiba, iszol almalevet. Tetszik a helyszín, fiúk? Jó itt a stúdióban? Jó kis rádiós stúdió, igaz? Képzeljétek egyébként, hogy itt előttem ilyen rengeteg sok monitor meg gomb van, amit egyébként lehet majd nyomkodni, jó? Majd adásfelvétel után. Nem mertelek volna ide csábítani benneteket most, de majd utána Kristóf bácsinak a stábból szólunk, hogy mutassa meg nektek ezt a keverőpultot. Kristóf bácsinak azért egy levél szanakszot előtte adjatok. Volt olyan koncertem, ahova jöttek az ikrek, Gyöngyösön játszottam a nyáron, és mert el akartak jönni, és egyébként olyan időpontban volt 6-kor egy akusztikus koncert, és nagyon jó, gyönyörűen felépített nagy színpad van ott mindig, ilyen szüreti mulatságok, és nézd, jön a harmadik, odállt a Léni az ajtóba mögéd egyébként, hogy amikor meghallotta szerintem azt, hogy itt lehet nyomkodni, akkor ő na, is. Ugye? Bocsánat, ugye. Hogy a szabadbá vágok. Szia, Manó, én is integetek neki. Na jó, visszabocsánat. Hát ez ne, az anyalénynek, nem mutatjuk egy perspektíváját. Igen. Pontosan ez. És az ikreknek mondtam, hogy mert hogy lett volna egyébként egy ilyen nagy vásár volt, meg ilyen sergők is voltak, meg mindenféle, apa mondta, hogy jó, akkor ő addig oda elviszi őket. Egyáltalán nem voltak hajlandóak elmenni a színpadtól, nem ők a színpadnál akarnak lenni. És akkor felültettem őket a színpad szélére, hogy akkor ott lehetnek addig, amíg, kimondtam a másikat is, jó, ott lehetnek addig, ameddig zenélek, 1 órás szettről beszélünk. Hát nyilván a 3 éves meddig ül? 3 percig. És utána az 1 órás szett, az konkrétan azzal telt, hogy az én gyermekeim leföl rohangáltak, de szó szerint mondom, hogy oda ne nyomd meg, ne nyomd meg az almalevet, mert át fog menni az egész. Leföl rohangáltak a színpadon 1 órán keresztül, aztán mentem megköszönni a hangtechnikusnak, hogy segített, meg nagyon cuki volt a stáb, akik segítettek nekünk, és mondta, hogy nagyon szívesen, állati menő koncert volt, tök szuperül énekeltem minden, de azt mondja, ez alatt a koncert alatt 5-10 évet öregedett, mert az, hogy azt nézte, ja, és utánunk a Bialex-szék játszottak nagy zenekarral, tehát, hogy már mindent bedugtak, lepróbáltak, nem tudom én, és egy órán keresztül azt figyelte a színpad mester, hogy a fiúk ne tekerjenek el semmit, ne húzzanak ki semmit. Látom magam előtt, igen. Nagyon kemény, és föl lerohang, mint az őrültek, mint a villám. Úgyhogy így azért így tudnak kemény arcok lenni, de ilyen, szerintem ne hozd szóba többet az előtted. Ki sem mondom, hogy mit, amíg nem akarod, hogy tényleg oda menjenek, mert kütyű megszállottak. Kütyű, hát de a fiúknál ez igen, abszolút adott is. Pont az jutott eszembe, és egyébként később felmerült volna ez a kérdés, de akkor most előrébb hozom, hogy bizalom. Bizalom a gyermek iránt. Mert az, hogy például adott esetben oda mered őket engedni egy olyan közegbe, ahol te dolgozol, és mindenki más is dolgozik, olyan pici gyermekként, mint ahogy egyébként ők, és ez ráadásul korábban volt, tehát nem a mostani érettségi szintjüknek megfelelően, ez előrevetíti azt is, hogy én azt gondolom, és azt hallom ki a szavaidból, hogy megbízol a saját gyermekeidben annyira, hogy ezt megmered nekik engedni, mert sokszor a szülői kontroll az abból is ered, hogy egyszerűen nem bízol benne, hogy ő abban az életkorban mondjuk adott esetben képes felmérni annak a súlyát, ami körülötted történik. Vagy ezen egyetlen gondolkoztál, vagy megfogalmazódott benned ilyesmi? Sok olyan dolog van, amiben azt gondolom, hogy nem tudom megszavazni egyébként ezt a bizalmat, tehát, hogy például én nem szívesen engedem őket veszélyes dolgok közelébe, meg most csak mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a konyhapultunkat, mivel most már az összes gyerekem feléri, a konyhapulton például nem hagyok soha semmit, ami veszélyes rájuk, beleértve a forró vizet a teával, beleértve a kést, a teljesen mindegy, hogy micsodát, mert hiába gondolom azt, hogy ő nagyon okos, ügyes gyerek, de nem tehát az életét veszélyeztető dolgokat nem fogom neki megengedni, hogy egyáltalán a közelébe kerüljön. De ugyanakkor meg van egy olyan alap, tézisem is így a gyermekneveléssel kapcsolatban, hogy ami viszont az ő életét nem veszélyezteti, és kvázi másodlagos dolog, most nyilván kinek mi, de hogy ami tényleg nem élet-halál kérdése, azokban meg igyekszem rugalmas lenni. Tehát az, hogy lemorzsázza a földet, kiborítja, nem tudom én micsodát, vagy leeszik bármit, vagy tényleg, ezekkel így igyekszem nem foglalkozni, és mint ahogy mondtam is, ugye nekem az tényleg fontos, hogy ők az én életemben is kényelmesen érezzék magukat, meg hogy ismerjék az én életemet is, beleértve tényleg így a zenei életemet is, meg nem tudom én igyekszem azért megszavazni nekik ezt a bizalmat azokban a helyzetekben, amiben nem életveszélyes dolgokról van szó. De ugyanakkor meg nálam hangosabban nem üvölt senki, hogyha mondjuk eltörik egy tányér, mert tudom, hogy a Bogdán még ugye sokszor mászik, meg nem tudom én, és hogyha belegondolok, hogy akár egy szilánk csak, hogy lemarad, és mondjuk ő beveszi a szájába, mert ugye mindent bevesz a szájába, akkor viszont úgy üvöltök, mint egy sárkány, mert az életét veszélyeztetheti valamelyik gyerekemnek, és nyilván nem a tányér érdekel. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, egy elég meghasonlott dolog, hogy mikor, hogy egyáltalán nem, mert valami is különleges érzékkel már a következő kérdésemet vetítetted ezzel előre, amúgy azt akartam így hirtelen közbe kérdezni, igen, hogy neked amúgy köthélből vannak-e az idegeid, de ugyanezzel akkor összekapcsolom gyorsan a következő kérdést, ami szintén ugye egy pontja annak, amiről szerettem volna veled beszélni, ami pedig nem más, mint a harag, a düh, a türelmetlenség kezelése, és már az első kérdésnél is egy fél mondatban szóba hoztad, hogy bizony van olyan, hogy felkapod a vízen. Na és szerintem az a tipikus, az anyaságnak egy olyan pontja, hát ami, hogyha az ember van józan belátása, én nekem például iszonyú lelkiismeret furdalásom szokott lenni, de akkor abban a pillanatban azért van, hogy elszakad a cérna, és nem tudom jól kontrollálni magamat. Te ezt hogy kezeled magadban? Hát én általában azt csinálom, hogy egyrészt megpróbálom magamban felmérni, hogy ténylegesen mi a bajom, hogy tényleg, hogy mi az oka annak, hogy kiakadtam, és lekommunikálom. Tehát, hogy elnézést kérek miatt a fiúktól, hogy ne haragudjatok, hogy anya kiabált, de hogy ez meg ez van. És beleértve bármit. Tehát, hogyha ez az indok egyszerűen annyi, hogy fáradt vagyok, akkor elmondom, hogy fáradt vagyok, vagy ha az volt az ok, hogy nem tudom én, mondjuk tényleg az életükre volt valami veszélyes, és azért, akkor elmondom, hogy hogy anya nem tudja, tehát, hogy anya belehalna, hogyha veletek történne valami, és hogy ne haragudjatok, de sajnos ezen felidegesítettem magam. Vagy lehet ez bármi, de hogy próbálom felmérni először saját magam, hogy mi a privát koncertünket igen, egész nap énekelek, és oda, hogy még eddig nem énekeltek. Innen indultunk. Úgyhogy egyre nehezebb lesz a riportot eltűnet. Úgyhogy általában én ezt csinálom, és nyilván attól még a lelkiismeretfordulás nem feltétlenül múlik el, de azt viszont szeretném megtanítani nekik, hogy egyrészt igenis van olyan, hogy sajnos az ember, tehát, hogy nem, az ember nem 100%-os. Tehát mindannyian emberek vagyunk, és igenis van olyan, hogy fáradt az ember, igenis van olyan, hogy hibázik, igenis vannak érzéseim, van egy tolerancia küszöböm, van egy értékrendem, és nyilván ezeket a dolgokat nem mindig tudom ő alájuk alárendelni. Nem megy. És én ezt igyekszem elmondani, hogy sajnálom, igen, hogy ez a helyzet, de most éppen nem sikerült, és ez az oka, hogy miért nem sikerült. És akkor bízom benne, hogy ők ebből azt tanulják meg, hogy anya ugyanúgy, meg elmondom nyilván, hogy ugyanúgy, tehát, hogy szeretem őket, meg hogy nem rájuk haragszom, csak a helyzettel van problémám. És akkor abban bízom, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy ők tudják azt, hogy hosszabb távon, hogy egyrészt ez előfordul, hogy ez normális, hogy a másikkal lehetnek majd konfliktusaik az életükben, barátjukkal, szerelmükkel, teljesen mindegy, hogy kivel, és hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor onnantól öri-hari, mert nekem egyébként általában körülbelül 12,5 másodpercig tart ez, hogy üvöltök, mint a saká, és 3 perc múlva nem is emlékszem rá, de hogy ez sajnos ez az élet velejárója, és nyilván az ember próbálja magában a legjobbat kihozni, meg próbál nyilván magán kontrollt venni az ember, de ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy nem szabad álszentnek lenni a gyerekkel. Tehát, hogy nem szabad vele elhitetni, hogy minden legnagyobb rendben van, miközben meg egyébként állati dühös vagy, és lehet, hogy nem rá, hanem valami tök kívülálló dolog miatt. Tehát azt gondolom, hogy ez valahogy azért összhangban kell, hogy legyen az, amit a gyerek érez belőled, meg amit mutatsz. Mert... Hú, ez mennyire jó egyébként. Az jut eszembe, amikor arról beszélnek, hogy azért szülőként az elfojtás, a sokszor akár veszélyesebb is lehet, mert a sok-sok elfojtás, az egyrészt mutat hamis képet a gyerek számára, és egyébként a nonverbális kommunikációban sokszor ez még vissza is üthet, hogy a gyerek nem érti, hogy anya arcán egészen más lát, mint amit egyébként a szájával mond, és ennek aztán később lehetnek maradandó, de ez tényleg így van, lehetnek maradandó negatív hatásai. Abszolút így gondolom. Viszont nagyon sokszor, amikor elfolyt az ember, akkor viszont lesz egy pont, amikor robban, és még az is lehet, hogy akkor nagyobbat fog robbanni, mint mondjuk a sok kicsi kis pukkadás, nevezzük akkor így. Hát igen, én is ugyanezt gondolom, meg tényleg annyira mindent éreznek. Tehát, hogy nem lehet őket így sem úgy sem becsapni, akkor meg mi a fenének próbálkoznánk vele. Tehát, hogy meg egyébként hozzáteszem, hogy én magamtól is írtózom azoktól az emberektől, akik úgy tesznek, mintha minden rendben lenne, mert ijesztő. Tehát akkor velem inkább üvöltsön valaki 5 percen keresztül, mint hogy látom, hogy próbálja visszaszorítani, és érzed, ahogy csikorog a foga, érted, és nem szól egy szót se, vagy megpróbálja egy elkendőzni ezzel a mézes-mázos, jaj, hát ez nem is olyan, de közben meg érzed, hogy belül tombolás van. Szerintem az borzalmas, tehát engem is ijeszt, és én is gyűlölöm. Tehát én azt nem fogom megtanítani a gyerekeknek. És nyilván az se biztos, hogy jó, hogy azt megtanítom, hogyha bármi gondjuk van, már hogy komolyabb, nyilván nem bármi, de hogy azért, hogyha valami komolyabb gondjuk van, akkor inkább üvöltsék ki magukból. De inkább üvöltsék ki magukból. Nekem is volt olyan, hogy annyira mérges voltam egy adott helyzetben, hogy 4 órán keresztül üvöltöttem, mint egy sakál, és 3 percenként elmondtam, hogy nem rájuk vagyok mérges, és nem is nekik mondtam, de azt éreztem, hogy másképp sztrókot fogok kapni. De tényleg, ilyen van mondjuk évente egyszer vagy kétszer, de hogy és akkor akkor azt éreztem, hogy esküszöm, másképp agyvérzésem lesz, és elmondtam nekik is, hogy ne haragudjatok, hogy üvöltök, de most annyira mérges vagyok az XY-ra, mert hogy ezt és ezt és ezt csináltad, tehát hogy ugyanúgy elmondtam nekik is, mint hogy egy barátnőmnek tenném. És ez lehet, hogy nem jó szülői szemszögből nézve, vagy pszichológiai oldalról, de szerintem még mindig jobb, mint hogyha megfeszülök, és kidurranok, és azt hiszik, hogy velük van bajom. Uh-huh. Mert akkor nyilván egyértelműen magára veszi. Mert én is magamra vettem, hogyha mondjuk a szüleimnek volt, akár egymással problémájuk, és nem kommunikálták le. Na, akkor például te melyik szülőtípus vagy? Az, aki szeretné továbbvinni azt, amit a szüleitől látott és kapott, vagy az, aki másképp szeretné csinálni? Az utóbbi. Igen? Ne nyomd meg! Rád folyik az egész. Mi az, ami például... Abszolút nem értek egyet azzal, ahogy a szüleim megéltek dolgokat, és ezt nem hibáztatásképpen fogalmazom meg, csak hogy én nem így szeretném csinálni. Tehát az anyukám rengeteg elfojtással él, és nagyon-nagyon súlyos hatással is vannak egyébként a fizikai testére is, amivel szintén nem értek egyet, főleg, hogy azért ez egy bizonyos kor fölött már kell tudni, szerintem felismerni, és kell kezelni. Tehát, hogy kell tennünk, ha már a fizikai testünk jelez, hogy ha-hó, tehát, hogy valami nem oké, csináld másképp, akkor szerintem igenis kell tudni felébredni. Meg az, hogy tényleg az elfojtás egy idő után szerintem leginkább azt mérgezi, aki csinálja. Tehát, hogy saját magunkat mérgezzük vele, és ráadásul nehezíti az őszinte kapcsolatoknak a fenntartását. Hogyha valakinek sok az elfojtása, az nem tud őszintén kapcsolódni. Mert ha valakinek sok az elfojtása, az nekem azzal is egyenlő, hogy az a valaki valószínűleg nem tudja önmagát sem megfelelőképpen elfogadni, meg szeretni, hiszen ha tudná magát szeretni, akkor kimerné kommunikálni az igényeit, a konfliktusait, a haragját, a dühét, mert tudná, hogy attól függetlenül, hogy ő most épp haragszik, dühös, bármi baja van, attól ő még egy szerethető valaki. Ha valaki szorong, és valaki nem kommunikálja ki a belső érzéseit, meg elfojtásokkal él, az nekem azt jelenti, hogy az a valaki nem szereti önmagát, és akkor viszont az a valaki hogyan kapcsolódik értelmesen, normálisan, nyitottan egy másik emberhez, hogy fogja őt elfogadni, hogyha önmagát sem tudja. És akkor nyilván ezeket a szorongásokat fogja belevinni abba a kapcsolatba is, teljesen mindegy, hogy ez egy szerelmi kapcsolat, vagy egy gyermekkel felépített kapcsolat, egy szülői kapcsolat, vagy egy társkapcsolat, vagy teljesen mindegy, hogy micsoda. És akkor van olyan, ami benned mondjuk adott esetben aggodalomra, vagy félelemre ad okot, hogy te tudod, hogy mondjuk a szüleit hogyan viselkedtek adott szituációban, élesen él benned emlékként, mivel gyerekként ezt láttad, ezt tapasztaltad, benned van, hozod magaddal, hogy az egyszer csak ne vetüljön ki a saját gyerekeidre? Tehát, hogy ebben is tudatos vagy, hogy tudod, hogy mit szeretnél másképp csinálni, vagy vannak olyan helyzetek, amikor fülön csíped magad, hogy a csodába, ezt anyukám is így csinálta, és én mennyire másképp akartam, és mégis itt ez a séma, és én most leutánzom. Nekem azért sok ismerősöm van, és sok olyan ismerősöm van, akinek együtt van a családja, együtt vannak a szülei már akár, nem tudom, 40 éve, tehát egy úgy működő házasságban, de hogy együtt vannak a szülők, ez a pontos megfogalmazás. Azért együtt vannak, akkor még nem működik, nagyon trükkös megfogalmazás. Nem biztos, hogy működik, igen. Tehát, hogy együtt vannak a szülők, együtt van a család, sokat járnak össze, nem tudom én micsoda. Nálunk viszont ugye az történt, hogy 12 volt, amikor apukám elköltözött, és 18 volt, amikor anyukám elköltözött, és sokszor azt érzem, nyilván nagyon sok nehézségem volt, meg nagyon sok mindeneket megküzdenem, meg nagyon sok dologgal indultam hátránnyal az életben, de hogy mégis sokszor azt érzem, hogy velem jobbat tettek a szüleim azzal, hogy nekik voltak gondjaik, így inkább kiléptek az életünkből, mert így saját mintákat kellett felépítenem. Mint sok barátomnál, meg azt látom, hogy akár velem egy idősek, esetenként idősebbek, vagy pár éven fiatalabbak, és még mindig nincsenek sem az önismeretnek, sem az önszeretetnek azon a szintjén, amire azt gondolom, hogy egy 30-40 éves embernek szüksége lenne, hogy legyen, mert folyamatosan nyomja őket ugyanaz a minta. Tehát ugyanaz a státusz quo megvan, ami mondjuk akár 5-6 éves koruktól, vagy 12 éves koruktól, vagy 0 éves koruktól. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy kinek mi az, ami jót tesz, meg hogy mi az, ami ténylegesen épít egy embert, és hogy nem mindig az a hátrány, amire az ember először azt gondolná, hogy ez egy hátrány. És akkor van olyan, hogy te azt... Nem is jól kezdem a kérdést, hanem inkább azt akarom kérdezni, hogy ezért te mondjuk extrán pumpálsz szeretetet, odaadást, figyelmet a fiaidba? Igen, ez egy tök érdekes kérdés, mert pont most voltunk hétvégén, két csoporttársammal mentünk terepgyakorlatra, és mind a ketten anyukák, és az egyik csoporttársam közülük, a Dita, ő is kétgyermekes anyuka, fiatalabbak, mint én, 10-essel kb. És hogy ők úgy élnek abszolút, hogy kvázi egymás mellett vannak a szülői ház, az ő házuk, nem tudom, hogy mondta, hogy ha a szüleiken múlna, az egész utcát megvásárol, hogy mindenki így egy közegben maradjon, és ő pont azt mondta, hogy az ő szülei ugyanolyanok voltak, mint én, hogy ilyen kvázi így, mint az ördögszekért, tudod, hogy így csak sodorta őket a szél, és hogy valószínűleg ők pont amiatt lettek ilyenek, és én ezt magamban is érzem, igen, hogy valószínűleg nekem azért ennyire fontos így a kollektíva, meg így a szövetség nekem, a gyerekeimmel, meg például a testvéremmel is, meg nem tudom én, mert hogy én abban hiszek, igen, hogy a szeretet, meg a kölcsönös elfogadás, meg az egymásnak a támogatása, az kellene, hogy legyen az alapja az életnek, meg az életünknek, de úgy, hogy ezt őszintességgel, tehát hogy nem elfolytásokkal. Zsuzsi, én szerintem órákig tudnám veled ezt a beszélgetést folytatni, hogy az anyaságról, bár biztos, hogy a harmadik részét a beszélgetésünknek is azért át fogja járni, hiszen már nem lehet a személyettől elvenni. Mégis most szeretnék kifejezetten rád fókuszálni, és nem a csodálatos kis családodra, akiknek egy része ma itt van velünk, mert hogy mikor készültem a mai beszélgetésünkre, akkor... hallgattam veled interjúkat, néztem, illetve olvastam cikkeken, és az egyik dalodat bevallom töredelmesen, hogy én most hallottam először, ez az Angyal című szám. És hogy olyan sorok vannak benne, amik engem kifejezetten elgondolkodtattak veled kapcsolatban, hogyha ezek a sorok megszülethettek, akkor mi lehet mögötte, mert ennek csak egy vetületét hallhatjuk, és én ennek a dalnak mentén szeretnék most egy picit beszélgetni veled. Cuki vagy. Köszönöm, hogy meghallgattad. Hát nem vicc, egyébként egy gyönyörű dal. Köszönöm. Még most a gyors kitérő, én emlékszem arra, amikor téged először hallottalak énekelni. Képzeld el, hogy ilyen mély nyomot hagytál bennem, pedig ez nem ma volt, és úgy igazán közöttünk nincs is azóta kapcsolat, tehát hogy én tudom, hogy te ki vagy, láttam a pályafutásodat, de hogy az egy olyan meghatározó bont volt számomra. A Garamival volt fellépésetek még a Klauzál téren, egy piac megnyitója, nem tudom, hogy ez így derenged neked. Abszolút. Én voltam a műsorvezető, és azt éreztem, hogy itt ez az aranyos lány valami brutál, fantasztikus hanggal, tehát hogy tényleg végigjárt rajtam a hideg akkor, és hogy ezt a lányt, ezt miért nem ismerjük? Mert akkor még te énekesnő voltál, de nem a Kollányi Zsuzsi énekesnő, akit ma azért nagyon sok 100 000-10 000 ismernek és szeretnek, és tényleg annyira mély nyomot hagytál bennem, hogy én aztán utána, amikor láttalak téged így folyamatában, akkor a jó érzéssel töltött el, hogy de jó, hogy megérkeztél. De emiatt én egy picit azt éreztem, hogy nem lehet, hogy neked úgy kicsúszott az életedben például a karrierépítés, tehát hogy sok-sok minden, nem is a karrierépítés, mert az folyamatos volt, hanem maga a siker. Időben jött, későn jött, jöhetett volna már előbb is, vagy ezt te hogy éled meg? Hát ez egy nagyon-nagyon egyszerű, de nyilván összetett kérdés, de egyébként nagyon egyszerű megválaszolni szerintem. Én azt gondolom, hogy minden akkor jön az életben, és ebben tényleg hiszek, amikor az ember érett rá, kezd bojkottálódni a műsorod. Nem baj, rajta leszünk. Majd válaszolnak a fiúk is. És Én azt gondolom, hogy én nem voltam érett ahhoz, hogy önmagammal foglalkozzak korábban. Ennek egy nagyon egyszerű oka volt. 13 éves koromtól kvázi nagyon a nyakamba szakadt így az otthonunknak is a felelőssége, meg a testvéremnek is a felelőssége. Ugye nekem egy öcsém van, 3 éve fiatalabb, mint én vagyok. És utána nagyon-nagyon sok évet tett ki az életemből az, hogy próbáltam mások helyett dolgokat megoldani. Tehát effektív a saját életemre nem igazán volt lehetőségem. Kicsim, figyú, ezt gurigázni, azt lehet lent a szőnyegen, jó, és akkor nincsen ilyen nagyon nagy hangja, még egy nagyon picit beszélgetünk, és utána tudjátok folytatni, jó? Vagy elmehetünk majd játszani. És szerintem egész egyszerűen annyi... Ez nem én voltam. Ez a Bálint volt. És én sem. Igen, Anita volt igazából, csak megpróbálja Bálintra fogni. Azt ki akarod próbálni a mikrofont? Kipróbálhatod majd, hogyha befejeztem, jó? Jó, mert szerintem megengedik. Biztos. Sőt, ide ül Bálint, oda Bence, és akkor így majd lesz egy jó kis párbeszéd. Egy pár perc, jó, még addig nézzétek, légy szíves, vagy kapcsoljak másikat? Jó, de azt úgyse fogjátok most hallani. Szóval, hogy szerintem én nem voltam készen ez jó lesz? De ezt általában inkább unni szoktátok egyébként, mint élvezni, de megpróbáljuk. Zsügy. Ez nem a tavaszi szélvizet áratos? De. Hogy megismertem? Hoppácska. Hát egy éve tisztán énekelnek. De jó. Nagyon durva, igen, gyönyörűen énekelnek. Szóval hogy szerintem én nem voltam hamarabb készen erre, mert túl sok időmet, meg energiámat vették el mások, meg így a családom is, és emlékszem rá, én emlékszem a napra. Ilyen 29 éves volt, amikor mentem haza egy ilyen havas napon, és tele voltam aggasztó gondolattal, de tényleg ilyen nagyon-nagyon, de mindenféle rossz gondolattal, és akkor fogalmaztam meg magamban, így egyszer csak megálltam a hóesésben, hazafelé bandukoltam, és megálltam, és hogy én tényleg ezt akarom csinálni. Tehát, hogy tényleg így akarok élni, hogy tényleg ezekre a gondolatokkal akarom leélni az életemet, és rájöttem, hogy nem. És onnantól kezdtek így kinyílogatni kapuk. De mik voltak azok az aggasztó gondolatok? Hát akkor leginkább olyan dolgok foglalkoztattak, hogy folyton beteg voltam. Olyan helyen dolgoztam, ami már régen nem motivált igazán, meg olyan emberek vettek körül, akikről éreztem, hogy igazából inkább csak visszahúznak, és nem építenek, hogy nem vagyok önmagam. És akkor éppen ezt foglalkoztatott, hogy úristen, most megint beteg leszek, úristen, akkor most megint kimaradok a munkából, úristen, akkor és akkor egyszer csak így megálltam, hogy na jó. Hát ezt így nem lehet. Tehát köszi szépen, de nem. És elkezdtem visszavezetni, hogy jó, ez miből indul, hogy honnan jön ez, és rájöttem, hogy abból, hogy az egész életemet addig kvázi azt tette ki, miatt az eszemet tudtam, hogy másokról gondoskodom, meg mások helyett próbálok felnőtt lenni, mások helyett próbálok helyzeteket megoldani, és nem figyelek a saját életemre, meg saját magamra, meg a saját igényeimre. Amikor az előbb azt mondtad, hogy az édesapád, ha jól emlékszem, 12 évesen lépett ki az életedből, anyukád 18 évesen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők fizikailag kiléptek az életet, hogy kvázi magadra lettél hagyva? Elköltöztek, igen, az öcsémmel ketten maradtunk, igen. De akkor te kivel az öcséddel éltél? 18 éves koromtól. Évesen. És ezt te valaha megbeszélted velük, hogy ezt így hogy? Tehát ennél jobban nem tudom most ezt a kérdést azért feltenni. Költözött el, mert ő dolgozni költözött vidékre, meg nem, azért az ővék sajnos nem volt egy mintaházasság, azt be kell, hogy lássam, tehát hogy apunak nem volt való szerintem igazából szülői feladat, ő nem volt egy rossz ember, csak nem tehát, hogy nagyon lefoglalták az intellektuális gondolatai, neki nem kellett volna szerintem kisgyerek, meg nem tanították meg őt szerintem ügyesen szeretni, hatgyermekes családban nőtt föl, ő is úgy nőtt föl, mint a gomba. A 60-as években, úgyhogy igazából így nem, egyszerűen csak ő nem kapott egy jó mintát, ő sem ehhez. Az anyukám akkor teljesen összeomlott, és akkor ő elkezdett így italozgatni, és 18 éves koromban meg megismert valakit, és akkor ő is elköltözött. Mi kell ahhoz, hogy egy nő, egy anya elhagyja a gyermekén? Hogy egy nő, egy anya elhagyja a gyermekét. Én ezt soha nem szoktam megérteni, mert valószínűleg ugye magamból indulok ki, hogy mi az a nagyon erős kötődés, ami bennem van a kislányom irán, de én ezt mindig elképzelhetetlennek tartom. Hát én azt gondolom, hogy nekem is sokáig felmerült ez, amit kérdeztél, hogy egy anyuka hogyan képes elhagyni a gyermekét, de az 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 igazság, hogy én azért levenném anyámról így ennek a terhét, meg a felelősségét olyan szempontból, hogy egyrészt ő sem kapott egy jó mintát így ezekhez a dolgokhoz. Az anyukámnak nagyon kis korától leukémiás volt az édesanyja, és 20 éves volt, amikor elhunyt, és gyakorlatilag pont a legfontosabb ilyen korai kamasz éveiben neki már nem volt egy aktív édesanyja karakter az életében, neki kellett gondoskodni az ő anyukájáról, mert ágyban fekvő beteg volt. A bátyja meg 10 évvel idősebb volt, tehát nem volt mellette még egy testvér sem, aki szerethette volna, mert ugye nyilván 10 év az borzalmasan sok idő, tehát mire ő kamaszodni kezdett, a nagybátyám már egyetemen volt, tehát hogy nem, semmilyen kapcsolatuk kvázi ilyen szempontból nevelési oldalról nem volt egymással. Sokáig, így életviteli oldalról sem. Meg ugye ott volt az apukája, ő egy nagyon, nagyon kedves ember volt, csak ugye abban az időszakban, most azért be kell látni, ugye anyukám 56-os, azért abban az időszakban nem volt annyira egyedi eset az, hogy ittak a szülők, az alkoholizmus, nem teljesen kvázi bevett dolog volt. Nagyon sok 50-60-as években született embernek volt alkoholista a családjában. Nyilván ők is hozzák ezt magukkal, mert nyilván az ő szüleik meg a háborúk alatt szocializálódtak, amikor meg semmi nem volt, így nyilván örültek, amikor kényelmesebbé vált az élet kvázi, ezt most apostrofálom, és hogy nem kapott ő sem egy jó mintát, így sem a felelősségről, sem a gondoskodásról, sem a szülői mintáról, hogy mi is a szülő, hogy mi is az ő szerepe, kvázi egy gyermeknek az életében. Úgyhogy azért így nagyon sok éven van abban, hogy így átgondoltam az ő életét is, meg a relációját, így a mi hozzánk való kapcsolódását, és én azt gondolom egyébként, hogy pont a legmeghatározóbb években, ami egy gyereknek inkább a korai gyerekkora, akkor ő nagyon jó anyuka volt. Uh-huh. Tényleg mindenhol ott volt velünk, tényleg az egész életét mi tettük ki, tényleg elvitt minket az összes órára, apám sehol nem volt ott egyébként, tényleg soha sehova nem jött el velünk, anyám viszont mindenhova, és akkor amikor mondjuk én elmegyek a 3 gyerekkel a strandra egyedül, akkor azért így átgondolom, anyám mindezt kocsival a 80-as években, nagy cekkerrel, villamoson, nem tudom én, akkor azért így átgondolom, hogy azért, tehát hogy nagyon sokat tett értünk, meg nagyon sok mindent megtett, és pont a fontos éveinkben azt gondolom, hogy rengeteg szeretetet kaptunk tőle, és nagyon jó anyuka volt. Zsuzsi, neked meg kellett bocsájtani a szüleidnek? Persze. Tehát ezen te dolgoztál, nagyon, hogy ma így úgy tud róluk beszélni, aki tényleg tudja egy méterről hátrébb nézni ezt a vásznat, és egy kerek egészként kezelni. Persze. Ez egy kemény munka volt számodra? Persze. Nekem az anyukámmal nagyon sok csörtém volt, így mi évek mentek el ezzel. Valószínűleg tényleg ezért mondom, hogy valószínűleg emiatt nem is foglalkoztam saját magammal, mert vele foglalkoztam. És tényleg mindenféle periódusa volt ennek, volt, hogy üvöltöttem vele, volt, hogy sírtam, volt, hogy könyörögtem, volt, hogy negligáltam, volt, hogy még olyan is volt, hogy vele ittam, de tényleg, tehát, hogy emlékszem olyan szilveszterre, amikor azért mentem át, mert tudtam, hogy ő neki igazából csak ez van, az életében nagyon kicsi a komfortzónája, és akkor azért mentem át hozzá, hogy jó, hát akkor megittam vele egy pár pohár valamit, amit ő szeretett volna. Tehát, hogy mindig változtattam a hozzáállásomon. Mi múlott szerinted az, hogy téged ez nem szippantott be? Hogy te képes voltál másképp élni az életedet? Ez egyébként egy nagyon jó kérdés. Volt régen, dolgoztam sokáig, 13 évig egy multivállalatnál, és ott az egyik kolléganőm egy pszichológus csaj volt, és mondta, hogy a pszichológiának van egy olyan szakága, nem emlékszem pontosan, hogy micsoda, hogy hívják, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy mitől van az, hogy adott ugyanolyan rossz vagy jó körülmények között élő emberek közül az egyik felemelkedik, a másik lesüllyed, vagy fordítva. És én nem tudom, hogy mi ez. Tehát, hogy egyszerűen azt gondolom, vagy lehet, hogy tök hülye hangzik, de az is lehet, hogy egyszerűen Istennek valami más terve van velem. Hogy ő más szeretne, hogy más csináljak, de az is lehet, hogy sokat gondolkoztam például azon, hogy nagyon sok a hasonlóság közöttem, és az édesanyám anyukája között. Uh-huh. Nem ismertem, ugye, mert nagyon korán elhúnyt. Ezt akartam pont kérdezni, igen, hogy te már akkor őt nem is ismertett, csak gondolom a családi történetekből. Igen, meg láttam ugye sok fotóját, meg anyukám ugye sokat mesélt róla, hogy milyen érdekes, hogy én mondjuk ezt az ékszert szerettem, mert a nagy is ezt szerette, vagy hogy ugyanilyen rúzsokat használt, vagy úgy ezeket az illatokat szerette. És valahogy egy idő után így elkezdtem, így valahogy nagyon mélyen elkezdtem azt érezni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk én az ő reinkarnációja vagyok, és mondjuk mi van akkor, ha az én feladatom az volt, hogy azt a törődést, már ebben a jelenkori életemben, hogy azt a törődést, amit az anyámnak ő akkor nem tudott megadni, mert a saját betegsége miatt, azt nekem pótolnom kellett az ővében. És valahogy egyébként például ez, hogy ez, és beszélgettem erről anyámmal is. Ő egyébként egyáltalán nem hisz különösebben ezekben a dolgokban, nem egy spirituális alkat, de több egyszer, amikor beszélgettem vele erről, akkor elkezdte ő is így átgondolni, hogy egyébként lehet, hogy nem is butaság, amit mondok, hogy lehet, hogy tényleg a nagyinak a hagyatéka ez, hogy én olyan vagyok, amilyen, és hogy lehet, hogy egyszerűen nekem ez volt a feladatom, hogy azt a sok évet, amit az anyám az ő életében nem tudott, meg, amit nem tudott megadni az a nagyi neki, azt lehet, hogy nekem egyszerűen pótolnom kellett. Mert hogy valahol ja, így karmikusan nekem rendeznem kellett ezt a feladatot. Most egy picit kezdesz másképpen összeállni bennem, mint ahogy miközben erre az interjúra készültem, mert hogy fölírtam magamnak azt a kérdést, hogy te miért nem pihensz? Mert ugye nagyon hamar visszaálltál a munkába, uh-huh. vállaltad a felkéréseket, a koncertekkel, dolgozol a háttérben, most láttam ugye, hogy a Dancing with the Starsban is ott voltál. Igen. És hogy... 12 órácskát, nem olyan sokat. Csak egy laza fél napot gyakorlatilag letoltál. És ugye én azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy te miért nem adsz magadnak időt arra, hogy kizárólag anya legyél, és hogy van-e benned bármiféle félelem, hogy az, amit felépítettél a karrieredben, az, hogyha egy picit most háttérbe húzódsz, az el fog veszni. De most ez a gondolat, ez egy picit másképpen fogalmazódott meg bennem, mégpedig úgy, hogy van-e benned bizonyítási kényszer, hogy te minden fronton maximálisan helytállj, mert hogy mást akarsz mutatni, mint amit te kaptál. Nem úgy mutatni, tehát nem, hogy másképp akarod élni az életed, mint amit te kaptál. Hát ez így már biztos, hogy igaz. Tehát hogy az biztos, hogy igaz, hogy én élni szeretnék a lehetőségeimmel, meg az adottságaimmal, mert azt gondolom, hogy az anyukámra mindenképpen igaz, hogy ő egyáltalán nem teljesítette ki önmagát, és az nagyon ijesztő látni. Tehát, hogy nagyon, nagyon rossz látni azokat az embereket, és ez nem csak az anyukámra vonatkozik, hanem rengeteg ilyen embert ismerek. Nagyon, nagyon sok olyan embert ismerek. Mindenféle közösségekből, zenészeket, szalszás közösségekből, mindenhonnan, tényleg az összes baráti körömet beleértve. Nagyon sok olyan ismerősöm és barátom van, aki sodródik, uh-huh. és nem aknázza ki az értékeit, és azt nagyon rossz látni. Nagyon-nagyon-nagyon rossz látni azt, amikor valakiben látod, tudod, hogy mennyi érték van, és valahogy nem tud hozzájuk kapcsolódni. És azt hiszem, ez egy nagyon, nekem mindig rossz érzés. Tényleg nagyon sok értékes embert ismerek, akik nem tudnak a saját értékeikhez kapcsolódni, és emiatt interpretálni sem tudják azokat. És tengődnek. És az nem jó látni. Tehát, hogy ez egy rossz dolog, megmondom, ugye nyilván anyukámnál is rossz dolog. Meg valamiért azt érzem, ami egyébként lehet, hogy kívülről gőgnek tűnik. De hogy valamiért azt érzem, hogy kaptam megfelelő mennyiségű mondani valót is, meg erőt is ennek az elmondásához fölülről, és hogy nem tehetem meg azt, hogy akkor nem beszélek. Uh-huh. És ezt beleértve a dalaimat is akár, a dalszövegeket, meg hogy kaptam a Jóistentől egy hangot, ami üzemképes, ami működik, és ami átmegy, és hogy egyszerűen nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne éljek azzal, amit kaptam, mert akkor minek kaptam? Tehát, hogy akkor miért adta nekem ezt bárki, ha nem használom? És nem szeretném elvesztegetni. Plusz egyébként, mióta gyermekeim vannak, az is benne van, hogy nekik is azt szeretném üzenni is, meg elérni is, hogy ők is akarjanak azzal foglalkozni, hogy mi az, ami nekik fontos, ami az a saját értékeikkel, hogy ismerjék fel azokat egyáltalán, hogy mik azok, és hogy akarjanak belőle valamit, hogy merjenek teremteni, hogy merjenek álmodni, hogy merjenek kreatívak lenni, mert szerintem ez tök fontos dolog, az életet azt gondolom, hogy nem leélni kell, hanem megélni, és az ott kezdődik, hogy az ember felismeri azt, hogy mi az, amitől a számára szebbek a mindennapok, színesebb a film, és hogy azokat a dolgokat csináljuk. És nekem a gyerekeimen túl a zene, meg a színpad, meg az, amikor például beszélhetek emberekhez, az például ilyen. Én nagyon szeretek kommunikálni az emberekkel, szeretem őket megnevettetni, és egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok év telt el azzal az életemből, tényleg az első 30-at azt úgy éltem le, hogy még azon is izgultam, hogy úristen, hogy nézek ki a színpadon, hogy most biztos tök hülye fejet vágok, vagy nem tudom én. És most igen, nekem már... volt időt gondolkodni? Hát akkor ez viszont abszolút a megfelelés. Ez biztos, hogy arra vezethető. Igen, és azért mondom, hogy ez nagyon sok ilyen éven volt, és most meg már, és az önelfogadás nekem például abszolút köthető a gyerekeimhez. Most meg már fölmegyek úgy egyedül egy színpadra, délután nem tudom, 3 órakor egy testületi megbeszélés után énekelni, egy ilyen előadóterembe, hogy nem, hogy merek magamból hülyét csinálni, de tök szívesen teszem, hogyha ez szórakoztat másokat. Tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogy a gyerekeimmel valahogy így tudok kapcsolni egy olyan réteghez önmagamban, egy olyan részhez, amihez korábban nem volt kulcsom. És ezzel sokkal könnyebben tudok kapcsolni más emberekhez. És azt érzem, hogy tudok oldani másokban dolgokat, feszültségeket, aggályokat, akár a zenén keresztül, akár csak kommunikációban, és valamiért azt érzem, hogy ezzel nekem feladatom van, hogy ezt át tudjam adni. És azért nem hogy nem engedem el most a gyeplőt, hanem hogy azért dolgozom most, ha lehet egyébként még többet, meg még több fajta területen, mert azt érzem most, hogy van rengeteg olyan belső motivációm, ami nem belőlem jön, hanem fölülről jön. És amit ki kell dolgoznom, tehát amit oda kell adnom másoknak. Tehát most azt érzem, hogy most azért dolgozom, hogy ezeket a dolgokat odaadhassam azoknak, akiket illet, amiért kaptam régen, és eddig meg nem tudtam használni. Nagyon sok szép gondolat, és én egyáltalán nem felejtettem el, hogy mi az angyaltól indultunk, csak aztán utána saját magamat írtam felül egy kérdésemmel. Egyetlen egy, olvastam a sorokat, amiket itt kiemeltem magamnak, viszont lassan tényleg át kell adnunk a stúdiót, úgyhogy én azért nem mennék bele most már abba, amit szerettem volna tőled kérdezni, mert úgy érzem, hogy mindennel, amit most elmondtál nekem, már felülírtad azokat a gondolatokat, amik az Angyal című dalban vannak. Én azt ajánlom, inkább hallgassák meg az emberek, és akkor fogják érteni, hogy most mire gondolok, mert az is volt szerintem egyfajta Zsuzsi, akiből azok a gondolatok igen, megfogalmazódtak, és kijöttek, és most is hallottam egy Zsuzsit, aki meg szerintem már fényévekre van attól a lánytól. Ezt jól érzem? Inkább azt, én talán inkább úgy fogalmaznék, igen, hogy én abszolút ismerem, megértem, megérzem még magamban azt a lányt, aki írta azt a dalszöveget, de hogy kaptam valamit a gyerekeimtől, ami azt gondolom, hogy olyan, mintha az Angyalt akkor írtam volna, mikor a sok minden rám pakolódott, és a gyerekek meg olyan, mintha ahhoz az énemhez segítenének kapcsolódni, akinek születtem. És ez a kettő áll fényévekre. És azért mondom, hogy mindenkinek kell szerintem azzal foglalkoznia, hogy a saját szorongásait, elfojtásait, mindenféle terhet, amit kapott az élettől, azokon túl megpróbálja magát megismerni, mert a kettő, ahogy te is, ahogy érződik is, hogy a kettőnek egyébként, tehát fényévekre van egymástól. És Müller Péter ugye rendszeresen fogalmazott, úgy a könyveiben fogalmaz, csak én régen olvastam már Müllert, hogy a nagy ével íródott én, meg a kis ével íródott én között szakadék van, tehát óriási nagy, és a nagy én belül az mosolyog csak a kis énnek a marhaságain, mert hogy ugye ő az, aki aggódik az, hogy most odaérek, nem érek oda, mit vettem föl, jól nézek ki, megmostam el fogam, nem mostam meg, a gyerek tök hülye, vagy nem, és a nagy én meg ugye ő csak a Ő azt látja, hogy az egész egy színjáték, amit berendeztél még az életed előtt úgy, ahogyan te gondoltad, beraktad a szereplőket, beraktad az eszközöket, amiket használni szeretnél, meg a feladatokat, amiket végig akarsz járni. És ő fölülről nézi az egészet. És teljesen más a kettő. Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, legyen ez a végszó. Köszönöm én is. És élmény volt téged hallgatni, titeket így látni. Nagyon-nagyon sok puszi pacsi, srácok, hogy ennyire zseniálisan végigültétek velünk ezt az egy órácskát, szóval valamit tényleg nagyon tudsz, hogyha azt a srácok így lehozták, elismerésem, és nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Köszönjük és sok szépen. Sikert az álmaid és a céljaid megéléséhez. Viszont kívánom. Köszönöm szépen. Tartsatok velünk jövő héten is, akkor is lesz #nofilter. Sziasztok!